Nagy látványosságra készülnek Hajdúszoboszlón. A rendőrség már jó előre lezárta az utcát. A katasztrófa védelem emelési tervet készített, mielőtt kivágták volna azt a fenyőt, amely az ország karácsonyfája lesz idén. Én nagyon örülök neki. Nagyon. Ismerjük a tulajt is, Zsuzsát, férjét, nagyon aranyosak. Én nagyon örülök neki, és ez tényleg egy gyönyörű fa. Szimmetrikus, nagyon szép, és én személy szerint nagyon örülök neki. A tűzoltók mindenkit biztonságos távolságban tartottak a fától, így operatőrünk sem mehetett olyan közel, hogy a fa kivágását megörökíthesse. Nagyon fog hiányozni. Igen, rész a látképünknek. Még egy utolsó képet mindenki készített a fáról, amely Hajdúszoboszló leghíresebb növénye lett tulajdonosai felajánlásának köszönhetően. Büszke vagyok a fenyőfára is, meg a Szoboszlóra is, hogy felajánlotta ezt a gyönyörű szép fát. Reméljük, hogy Pesten is szépen fog majd kinézni feldíszítve. 40 évig állt, növekedett a fenyő. Az utca több generációja látta terebélyesedni. Örömmel tölt el bennünket, hogy végül is a zsűri a hajdúszoboszlói fenyőfát látta legalkalmasabbnak, hogy ez legyen az ország karácsonyfája Budapesten a Kossuth téren. Én azt gondolom, hogy ez valamennyi hajdúszoboszlói embernek a szívét melengeti és jó érzéssel tölt el bennünket, hogy itt az Alföldön, ebben a kisvárosban ilyen gyönyörűség tud megteremni 40 éves gondos ápolgatás után, hiszen a tulajdonosok hát gondosan ápolták ezt a kis csemetét, mire 40 év után ilyen gyönyörű fenyő lett belőle. Úgyhogy örülünk mindannyian ennek a megtiszteltetés, és örülünk annak, hogy Hajdúszoboszló adhat valamit az országnak, azon túl, hogy az ország egyik legfontosabb turisztikai települése, de mégis ez egy plusz adalék hozzá. A hajdúszoboszlóiaknak ritkán látható látványosság, ám egy valakinek ennél jóval több, messze nem csak egy magasra nőtt fenyőfa kivágása. Rettenetesen fáj, mert hozzám nőtt. Úgyhogy gondoztam, egész nyáron locsoltam, és lehet, hogy rátettem egy lapáttal, hogy még nagyobb lett. És így nagyon veszélyes is, és nem akartam azt, hogy valami vihar kidöntse, és itt a szomszédoknak az összes garázs háza, semmit nem lett, hogy merre dőlt volna, és az borzasztó lett volna, az még borzasztó lett volna, mint ez. Így is nagyon fáj a szívem, hát nem tudom, hogy szokom meg, hogy ott nincs, nem tudom, fogalmam sincs róla, de rossz lesz nagyon. Már az az igazság, hogy egyszer már én ki is hívtam, hogy kivágják. Már a fa tetején volt a férfi, és akkor a férjem hazajött, azon a napon nem dolgozott éppen, és akkor mondta, hogy ne vágjuk, van ki minden. Hát aztán belementem, és akkor fölvágták egészen a garázs tetejéig, mert már rajta volt a garázson is, meg a fal, az egész falat már beterítette. És akkor meghagytuk, de most már tudtam, hogy nincs tovább, mikor láttam a viharakot, eldöntöttem, hogy ki kell vágni, akár megszakad a szívem akkor is, mert borzasztó kárt csinálna, olyan nagy. És ezért most örültem, hogy akkor végül is jó helyre megy. Hát megsámoltam, hogy megmarad. Oda ültettük szerencsénkre, mert még két ezüst fenyőt is kaptunk, azt a főző mellé tettük, de hát az akkora lett, hogy azt kivágtuk. Szerencsére ezt ide ültettük, mert itt tudott nőni szépen. Csak most már ugye ennek sajnos nem lehetett tovább tartani. Kellett is a gondos előkészület, hiszen a fenyőfa szélessége meghaladja 80 cm, legnagyobb szélessége pedig kereken 10,5 méter. Magassága 19 méternél is több, súlya pedig meghaladja 3 tonnát. Számomra egy nagyon megtisztelő dolog, engem mikor felkértek erre, hogy bevállalnám ezt a műveletet, akkor persze természetesen igen mondtam, mert mint én is, mint hivatásos tűzoltó, én az álmot szolgálom, és jelentkeztem erre a feladatra, nagyon megtisztelő. A technikai eszközökben, mint alpinista is, mikor felemelt a daru, tehát alpintechnikai felszerelésre volt szükség, ugye megfelelő láncfűrészre van szükség, megfelelő darura, megfelelő súlyú darura, megfelelő gém hosszúsággal rendelkező darula, illetve ami a legfontosabb, maga az emberi irányítás, tehát egy nagyon professzionális darukezelőt kaptunk a mai napra egy szuper daruval, és így végül is ez egy nem volt túl nehéz munka. Ugye az anyagi felelősség, illetve a felelősség az nagy volt, nagyon közel vannak a melléképületek, át kellett emelnünk a melléképületen, tehát a fának bármilyen irányú elmozdulása az nagyon nagy problémát okozott volna. Hajdúszoboszló szegényebb lett egy fenyőfával, Magyarország viszont gazdagabb egy karácsonyfával.